Hazai pályán fogadták a Szerencsváros Sportegyesületének U18-as kosárlabdázói a junior bajnokságban a tiszaújvárosi fiúkat február 20-án. A mérkőzés végig szoros volt, mindkét csapat küzdött a győzelemért, de az SVS a fiúinak a szíve a helyén volt. A meccs során 27 büntető dobási kísérlete volt a hazai csapatnak, amelyből csak 10-et sikerült értékesíteni. Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szoros volt a mérkőzés. Ha több próbálkozás is sikeres lett volna, akkor valószínűleg nagyobb pontkülönbségekkel sikerül győzelmet aratni. A védekezés az első félidőben nagyon jól működött, majd a második félidőben muszáj volt változtatni, amely sikeresnek bizonyult. A játék során a hazai csapatot a szívük vitte előre, és a legfontosabb pillanatokban sikerült jó döntéseket hozniuk. Ezáltal egy 4 pontos különbséggel sikerült legyőzniük az ellenfelet. Andrész Tamás edző büszke a játékosaira és gratulált a győzelmükhöz. Az edző kiemelte, hogy szeretne a büntető dobásokon javítani, hogy a későbbiek folyamán ilyen hibákba ne essenek, mint a mostani mérkőzésen. A végeredmény 70-66 lett a hazai játékosok javára.